Szóval srácok, képzeljétek, egész nap bliszterek után rohangáltam, és csak egyetlen egy XXL blisztert találtam, pedig még elmentem ilyen hipermarket Tesco-ba is, mert írtátok kommentben, hogy ott láttatok blisztereket, de nem volt, és ugye terveztem a hétre sima bliszterbontás összehasonlítós videót is, de sajnos csak egy XXL blisztert találtam, ami itt van előttem, de nem maradunk FIFA 365 tartalom nélkül a hétvégén, hiszen szombaton meg vasárnap is mérkőzéses FIFA 365 videók lesznek, hiszen már jó rég volt az is a csatornán FIFA 365-ből, de itt van előttem ugye a blister, amiben van három csomag kártya, kettő limitált kártya és kettő limitált, XXL limitált kártya pontosabban, meg a blister, de hát az a kickoffnál XXL blister volt. 2750 forintba kerül egy ilyen, és ott van a eredeti FIFA licenszes matrica, úgyhogy én azt mondom, hogy ne is húzzuk tovább, ebből amúgy kettőt terveztem venni, meg még egyet a hétvégére, de hát sajnos csak egyet sikerült, és vannak olyan infók is, hogy papírhiány van az egész világon, úgyhogy így érdekes lesz, hogy miket tudunk majd bontani, ha ilyen nagy hiány van, mert ugye hát nem tudnak annyit nyomni. Na de tépjük szét az alját, ott vannak már az XXL kártyák, ugye rajtuk kód nincs, itt még ki akar bújni egy sima limitált. Na hát gyere ki, mi van veled? Ott is van, és a Ronaldo egyből, úgyhogy nézzük is meg. Ugye itt már frissített limitáltak vannak, és nem is lett sarkas, teljesen jó állapotban van. Nyitottunk már ugye rosszabbat, és nagyon szuper Ronaldo. Hát kíváncsi vagyok, hogy a másik limitált kicsoda, nem más, mint Messi. Nagyon-nagyon király, frissített igazolásos limitáltak. 99-es támadó értékkel, azért az elég komoly, tényleg top master szín. Nézzük meg az egyik XXL limitáltat, ki nem más, mint Foden a Cityből. Ez az XXL limitált is nagyon-nagyon jól néz ki ezzel a kis RGB effekttel. Tegyük szépen ide le. Kicsit arrébb toljuk, hogy legyen itt még hely, meg hogy a facecam nagy kitakarjon bármit is. Bontsuk ki a három csomagos, srácok, utána nézzük meg az utolsó, hát a második XXL blistert. Van nekünk egy Coman a Bayernből, Emre Can Dortmund, utána egy Palmeiras játékos, illetve még Milánból. Van nekünk egy William Dominator, illetve Paredes International Star Argentina. Következő csomag. És kíváncsi vagyok, hogy nyitunk esetleg Rare-t, mert a kickoffnál azért elég sűrű jött ezekből a blisterekből. City logo, Rabiot Juventus, Suárez Atletico Madrid, illetve Olympiakosos játékos, hogy még egy Titan kártya, illetve Palmeirasból Felipe Melo, fans favorite kártyája. Az utolsó csomag jön, hát elég hamar kibontjuk ezt a hármat, ugye egy ilyen XXL blisteren elég hamar végig lehet menni. Dembélé Barcelona, utána Neres Ajax, még egy Ajaxos játékos, utána Royce Dortmund, az egyik csillogósunk Firmino International Star, a másik pedig egy Havertz Game Changer. Úgyhogy ez lett volna a három csomag. Nézzük meg itt a következő XXL limitáltat, aki pedig Neymar. De királyul néz ki a limitált. Nagyon-nagyon szuper. Ezek a XXL limitáltak lehet egy kicsit jobban is tetszenek nekem, mint a sima limitáltak. Főleg ugye, hogy a Messi meg Ronaldo már frissített igazolás a szériában, úgyhogy nagyon-nagyon király. Úgyhogy srácok, ez lett volna ez az XXL blister bontás, nagyon szuper limitáltakat nyitottunk, azért csillogósokkal is meg vagyok elégedve, hiába nem jött Rare. Holnap FIFA 365 mérkőzés lesz, méghozzá a Fehérvárral, a Real Madrid ellen. Vasárnap pedig United vs City lesz, egy jó kis angol rangadó, úgyhogy kicsit visszazökkenünk itt a FIFA 365 mérkőzésekbe is, hiszen tényleg jó rég volt már, azt hiszem pont egy fehérvári mérkőzés volt az utolsó, vagy még az a tripla mérkőzéses El Clásico. Jó srácok, ez lett volna ez a mai rövidebb videó, ha tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, még nem tettétek meg, és találkozunk holnap egy következő FIFA 365 videóban. Addig is tegyetek jó, sziasztok!